Szeretettel köszöntök én is mindenkit, megtisztelő volt a felkérés is, és a nagy részvétel is. Amikor Ildikó megkeresett ezzel a feladattal, akkor elkezdtem gondolkodni, hogy mégis milyen címet lehet egy ilyen előadásnak adni, olyan címet, ami azért tükrözi, hogy miről szól egyáltalán az, hogy cukorbetegség. Tulajdonképpen erről szól. Elhangzott itt a főorvosú szájából, és tudjuk, és nyilván mindannyian tapasztalták, vagy tudják, hogy a cukorbetegséget azért kezeljük, jelen pillanatban lehet, hogy semmiféle panasztünetet nem okoz, de évek alatt, vagy évtizedek alatt komoly szövődményekhez vezet. Így aztán fölmerül a kérdés, hogy amikor 75-80 évesek vagyunk, nem tudom én, 20-30-40 év diabétesz tartammal, akkor eljutunk ki az unokáink lakodalmába, bírja-e a szívünk, bírja-e a lábunk azt, hogy ott ropjuk a táncot, illetve látjuk-e egészséges-e a szemünk, látjuk-e őket szép ruhában. A cukorbetegség egy krónikus anyagcsere zavar, amelynek oka az inzulin hiánya, vagy az inzulin hatás elégtelensége. Az inzulin szükséges a cukrok sejtbe jutásához, hiányában a vércukorszint megnő, amit ha időben nem ismerünk föl, egy komplex anyagcsere zavarhoz, anyagcsere kisikláshoz vezet, akut és krónikus szövődmények megjelenéséhez, ami súlyos esetben halálhoz is vezet. A diabétesz jelentőségét az adja sok egyéb mellett, hogy a száma rohamosan nő, diabétesz járványról is beszélünk, valószínű, ezt már hallották többen, vagy gyakran obezitás járványról is beszélünk, részben a kettő az összefügg egymással, évente körülbelül 7 millióval nő a cukorbetegek száma, látható, hogy van kontinens, ahol 150%-kal, ugye Dél-Amerika 150%-kal fog a következő 20 évben gyarapodni a cukorbetegek száma. Hogyha Magyarországot nézzük, akkor több adat elhangzott, körülbelül 1 millió cukorbeteg él, felismert, fel nem ismert cukorbeteg. Alapvetően kettő típusú cukorbetegséget ismerünk, sok alcsoport van persze, amiről itt nem gondolom, hogy beszélni kellene. Az egyes típusú cukorbetegség, ami inzulinfüggő cukorbetegség, gyerek fiatal felnőtt korban jelentkezik, sokszor akár csecsemőkorban jelentkezik hirtelen kezdetben általános tünetekkel, szomjúság, szájszáradás, fáradékonyság, acetonos lehelet, de egy gyors állapotromlás, súlyos esetben az anyagcsere összeomlása jön létre, ketoacidózis, és rövid idő alatt kórházba kerül a beteg. A másik típus, ami gyakoribb típus, ugye a nem inzulinfüggő cukorbetegség, legalábbis a betegség kezdetén, lehet, hogy évtizedekig nem inzulinfüggő cukorbetegség, ez a kettes típusú diabétesz, ami középkorban, idősebb korban kezdődik, de sajnos a túlsúly életmódi okok miatt, mert gyerekkorban is megjelenhet. Ez ugye ez meglepő dolog, hogy régen öregkori cukorbetegségről beszéltünk, és egy 5 éves gyereknek is lehet ilyen cukorbetegsége. Ez enyhébb és szintén általános tünetekkel kezdődik, szépen lassan, alattomosan. Van az úgy, hogy évekig cukorbeteg egy beteg, nem kerül felismerésre, fáradékony, szárad a szája, szomjas vagyok, mert meleg van, fáradt vagyok, mert kimerült vagyok, sokat dolgozom, viszket a bőröm, száraz a bőröm, pajzsmirigy beteg vagyok, tehát olyan általános tünetekkel, amikor nem gondol a beteg arra, hogy cukorbeteg lehet, gyakran látjuk azt, hogy amikor kiderül a cukorbetegség, és kezeljük a cukorbeteget, és jók az értékek, akkor mondja a beteg, hogy milyen jól vagyok most, és milyen rosszul voltam akkor, amikor 15-ös volt a vércukrom. És aztán, ahogy főorvos úr említette, meg kell említeni a terhességi cukorbajt, ami szintén azért nagyon gyakor, és egyre több kismamával találkozunk, akinek terhességi cukorbetegsége van. A jelentőségét ugye részben az adja, fontos, hogy jó legyen a vércukor szint a baba megfelelő fejlődése miatt, ne legyen koraszülés, vetélések, koraszülés, császármetszés, nagy súlyú újszülött, illetve a baba alkalmazkodni tudjon születésekor a kinti világhoz. Emellett a jelentősége, másik jelentősége az, ahogy a főorvos úr említette, hogyha egy kismamának terhességi cukorbetegsége volt, akkor nagy valószínűséggel nem tudjuk mennyi idő múlva, 10, 20, 5, 30 év múlva kettes típusú cukorbetegsége alakulhat ki. Tehát egy kicsit a terhességi cukorbaj szűrése egy nővédelemről is szól, vagy egy prevenciós szemléletről. Ha valakinek terhességi cukorbaja volt, akkor gondoljon arra, hogy az életmódot érdemes úgy tartani, ahogy a terhessége alatt.
nyilván több mozgással, de azért rendet figyelni, illetve, hogy rendszeresen legyenek laborvizsgálatok, gondoljon arra, hogy bármikor előjöhet ez a cukorbaj. Arányában a 2-es-1-es típusú cukorbeteg megoszlása körülbelül így néz ki, 10%-ban 1-es típusú inzulinfüggő cukorbeteg, és a betegek nagy része 2-es típusú cukorbeteg. Hogyan történjen a diagnózis? Hát elsősorban a cukorbetegség felismerése a házi orvos feladata lenne. Nyilván hát ehhez fontos, hogy a beteg kapcsolatban legyen a házi orvosával. Évente azért elvárható volna, hogy mindannyiunknak történjen egy laborvizsgálat. Hogyha nagyobb kockázatról van szó, a kockázat sok kockázati tényező lehet, ilyen a családi előzmény, sajnos diabéteses családok vannak. Azt mondják a betegek, hogy apám, anyám, nagyszülők, mindenki cukorbeteg volt. Hogyha ilyen van, akkor azért évente menjek és intézzem a vérvételt, vagy időnként szűrővizsgálat, cukorterhelés is történjen. Túlsúly, mozgásszegény életmód, magas vérnyomás, hogyha előzményben, ahogy az előbb említettük, nagy súlyú újszülött született, tehát 5 kilós baba, vagy 4 kiló feletti baba 20 évvel ezelőtt, gondolni kell arra, pláne, hogyha még ilyen-olyan tüneteim is vannak, amik enyhe tünetek, nem lehetek-e cukorbeteg. Tehát ezek azok, amik kockázatot jelentenek, más esetben lehet, hogy egy klinikus más szakrendelés küldi a beteget, mert kiderül, hogy érbetegség van, végtagzsibbadás, szemészeti eltérés, veselégtelenség, szívinfarktus, tehát valamilyen szervi ok történt, amikor is fölmerül az, hogy nem cukorbetege a beteg. Hogyha nagy kockázatról van szó, akkor a cukorterhelésnek is meg kell történni. Nem elég az, hogy évente egy laborvizsgálat vagy egy vérvizsgálat történik, mert azt is tudjuk, hogy egy egyszerű éhgyomri vérvételből nem feltétlenül derül ki, hogy cukorbetege a beteg. Akkor, hogyha egy vérvétel történik, akkor egy éhgyomri vércukrot néznek a laborból, 7 millimol per liter fölötti vércukorérték esetén, ugye ismételten 7 felettinél, egyértelműen azt mondhatjuk, hogy cukorbeteg a beteg. De mi van akkor, hogyha az ő cukra 6-2 vagy 6-5, nem legyinthetünk, hogy minden rendben van. Ezek azok az esetek, amikor azért a cukorterhelést megcsináljuk. A cukorterhelés 2 órás értékét nézzük, hogyha az 11,1 millimol per liter fölött van, akkor ismét kimondhatjuk a cukorbetegséget. Ezt most nem részletezném, hogy hogy történik a cukorterhelés, gondolom, hogy néhányuknál már történt, cukros folyadékot iszik a beteg, egy gyomorra vérvétel és 2 óra múlva vérvétel. És aztán van egy olyan értékünk, ez a hemoglobin A1C, ezzel valószínűleg találkoztak gyakran, ezt ilyen bűvös értéknek is gondolnám, mert számtalanszor fölmerül diabetológián, hogy mi is ez a HbA1c, a betegek mindig mondják, nem hallottak róla, nem tudják, hogy mi ez. Hogyha találkozunk egy eredménnyel 6,5% feletti érték, akkor azért nagyon-nagyon gyanús, hogy az eltelt 3 hónapban magasabb cukorértékek voltak, és valószínűleg kimondhatjuk a cukorbetegséget. Nem csak vércukrot gyógyítunk, vagy azt vizsgálunk, hanem még rengeteg paraméter van, amit ugye néznünk kell. Vérzsírokat, vesefunkciót, májfunkciót, húgsav szintet, pajzsmirigy működést, tehát ezek azok, amiket alapvetően ellenőriznünk kell. A jelentőségét nyilván a szövődmények adják. Arról van szó, hogy magas vércukorszint esetén különböző kóros anyagcsere folyamatok indulnak el, olyan károsító anyagok, faktorok termelődnek, amik az érrendszert tönkre teszik. Ugye tetőtől talpig vannak ereink, így aztán számtalan szövődmény, számtalan formában megjelenhet. Alapvetően nagy ér, kisér betegségről beszélünk, ugye nagy erek a fő nagy ereink, a koszorús erek, amik ugye a szívérellátását biztosítják, hasi mellkasi nagy erek, alsó végtagi erek, amik érszűkület szempontjából fontos, hogy épek legyenek, a karotiszunk, a nyaki főütőér, ami az agyvérellátásáról gondoskodik, veseartériák, amin hogyha szűkület alakul ki, akkor veselégtelenség felé halad a beteg, és aztán a kiserek területén is megjelennek problémák, ilyenek a szemfenékerei, ahol bevérzés, értágulatok és szűkületek vezethetnek látásromláshoz, adott esetben vaksághoz, vagy a vese kis artériáinak a betegsége veselégtelenséghez,
Azt kell tudni a szövődményekről, hogy sajnos ma 2022-ben mondjuk 5000, körülbelül 5000 amputáció történik az országban, aminek a nagy része cukorbetegség következménye, és a dialízisre kezelő betegek nagy része is cukorbeteg, illetve a vakság oka is nagyon sokszor cukorbetegség. Az, hogy koszorúérbetegsége van egy betegnek, számtalanszor azt mondják, és egy halljuk a rendelőben, hogy a szomszédnak vagy a rokonnak semmi baja nem volt, összeesett, meghalt. Hogyha itt szétnézünk magunkon, vagy magunk között, akkor senki nem látszik, hogy cukorbeteg. És a szomszédnak, vagy a nem tudom én rokonnak, akivel ez történt, hogy fogta magát és meghalt infarktusban, vagy sztrókban, lehet, hogy 5-8-10 éve cukorbetegsége volt. A diabéteses lábat hangsúlyoznám még, ami ugye nagyon nagy probléma, mert megváltozik a láb statikája, vérellátási zavarok jelentkeznek, kóros nyomáspontok alakulnak ki a talpon, az idegszálaknak a beidegződése miatt nem olyan tehát nagyon sok funkció károsodik, kiszárad a láb, könnyen keletkeznek sérülések, föltöri a cipő, vagy éppen farigcsálás, operálás, és sajnos most is látjuk még Szeged belvárosa, vagy időnként úgy kerül a diabetológiára a beteg, hogy egy gangrénás, üszkös lábúja van, elfertőződött lábúja, amit próbálnak a sebészek kezelni, és időnként bizony ezek sikertelen a kezelés, és amputációra kerül a lábúj, jó esetben csak a lábúj, de aztán szépen ez lábfej, és mehet felfele ez a, hát nagyon is azt gondolom, hogy ijesztő probléma. A cukorbetegség kezelésének a célja a beteg életminőségének javítása, a szövődmények elkerülése, az élettartam növelése. Azt tudjuk, hogy kettes típusú cukorbetegnél, ha középkorban kiderül egy betegről cukorbeteg, legalább 6-8 minőségi életévveszteséget jelent. Tehát nyilván eleve a magyar népesség nem hosszú életű, hogyha abból 6-8 évet elveszünk, akkor azért az nem nagyon szomorú statisztika. A kezelés több pilléren áll, alapvető az étrend és a mozgás, az életmód terápia. Tanulmányok igazolják, hogy a személyre szabott megfelelő étrend, rendszeres mozgás, testsúlykontroll, az milyen előnyt jelent, legalább olyan előnyt jelent, mint a gyógyszeres terápia. A gyógyszeres kezelésről annyit, hogy ahogy főorvos úr említette, 100 éve ismerjük már az inzulint és használjuk, de az inzulinon is túl, először az inzulin, majd a gyógyszeres terápiák 100 éve tartó folyamatos fejlődést tapasztalunk. Sokkal könnyebb most egy cukorbeteget kezelni, mint mondjuk volt a múlt évezredben, akár a 90-es években, de még a 2000-es évek elején is. Hatékony, milyen elvárásaink vannak egy gyógyszerrel szemben, hatékony, biztonságos legyen, alacsony hipoglikémia rizikó. A hipoglikémia ugye az, ami egy nagyon behatárolja a lehetőségeinket, mert az alacsony vércukorszint nem kevés kockázattal jár, lehet, hogy már mindannyian tapasztalták, határt szab, hogy mennyire lehetünk agresszívek, különösen inzulinterápia mellett egy beteg kezelésében. Fontos, hogy a gyógyszer testsúly szempontjából kedvező legyen, minél könnyebben adagolható legyen, minél kevesebb mellékhatással járjon, fontos, hogy hozzáférhető legyen. Itt a hozzáférhetőségnél azt a prioritást, azt itt zárójelbe tettem fel kiáltójelben, mert ezt tapasztalom a rendelőben, hogy fontos, hogy az egészségünk prioritást élvezzen. Tehát, ha megtehetjük, nyilván vannak akadályok, vannak financiális problémák, de legyen fontos az, hogy esetleg a gyógyszeremet megvegyem, és drágább készítményre is tudjak áldozni. Nyilván a gazdasági körülmények sok mindent befolyásolnak. Amikor életmódról beszéltem, akkor egy kicsit kiírtam, hogy mi az, hogy életmód, vagy utána néztem. Azt tudjuk, ezt ilyen fogalmakkal találkoztam, hogy az életmód magatartások, tevékenységek összessége, amely folyamatosan megkívánja a nyitottságot az új ismeretek felé. A helyes életmód egészség magatartás magába foglalja a helyes táplálkozást, rendszeres mozgást, káros szokások mellőzését, regenerációt, pihenést. Életmódunkat gazdasági, társadalmi körülmények befolyásolják, de az egyéni felelősségünk döntő tényező életmódunk kialakításában.
Nem foghatunk mindent a külső körülményekre. Épp testben, épp lélek. Mert könnyebb a kisebb ellenállás felemenni, és azt mondani, hogy jaj, hát fáradt vagyok, meg nem tudom én, fölmentem a negyedik emeletre, már nem indulok el, nem tudom én gyalogolni, meg jó film van a tévében, meg problémáim vannak a nem tudom én gyógyszerkiváltással, mindenütt apró kis hiba, vagy, és csúszik az egész történet. Nincs még egy olyan betegség, amikor a beteg ennyire részt vehet a betegségek kezelésében, vagy a gyógyulás folyamatában, mint a cukorbetegség. Ez csak egy jó pofábra volt, és elmondja azt gondolom, amit az életmódilag tehetünk. Picajra pattanunk, zöldségeket eszünk, gyümölcsöt azért azt mértékkel. Nyilván nem mindegy, hogy milyen mozgást választunk, azért itt is alapvetően idősebb korosztály van. Nyilván fontos, hogy biztonságos legyen az a mozgás, amit vállalunk, azért mert tekintettel kell lenni a koszorúérbetegségekre, izületi bajokra, szédülésre, tehát olyan mozgást kell bevállalni, amit részben, amiben kitartóak tudunk lenni, illetve amiben nyilván biztonságosak vagyunk. Egyszerű mozgás forma, séta, ennyi. Természetjárás, túra, bicaj, hogyha egyensúlyzavarunk nincsen, nordic walking, séta, kocogás, dinamikus mozgások, aki tud, tenisz, tollaslabda és a társas tánc például. De azon kívül a közös kertészkedés például, az is egy jobb, mint a fotelban üldögélés. Jó. Itt, amikor az élet, tehát a kezelés másik pillére, ugye az étrend, a diabétesz, megfelelő diabéteszes étrend. Hát erről aztán rengeteget lehetne beszélni, és lehet, hogy jobb volna, hogyha diétetikus mesélne erről, de vannak alapszabályok, amit azért tartanunk kell, vagy amire figyelni kell. Az, hogy egy beteg kalória igénye mennyi, az nagyon sok minden befolyásolja, nyilván az aktuális testsúlya, illetve a fizikai terhelés. Nyilván fizikailag aktív a betegnél, vagy fizikai munkát végzőknél nagyobb kalóriát, több szénhidrátbevitelt engedünk meg, ülő munka, vagy mozgásszegény életmódnál kisebb kalóriabevitelt lehet csak a normális vércukor érdekében megengedni. Azt sajnos valóban tudjuk, hogy nagyon kevés kalóriát lehet enni, és azt akár a napi kalória mennyiséget egy étkezéssel is be tudjuk vinni. Például klimax után sajnos mondjuk 45 év fölött, hogy ne legyen hízás, furcsa az az 1200 kalória, de annál nagyon többet nem lehet megenni. Nem is esik ez azért olyan nagyon jól, de hát lényeg az, hogy nyilván minden plusz kalória hízáshoz vezet. Alapvető, hogy cukormentes legyen azért az étrendünk. Mai beteg volt, rossz labor eredménnyel jött, és aztán hát forszíroztuk volna, hogy akkor gyógyszert kell váltani, és aztán azt mondta, hogy ja, hát akkor doktornő, rájöttem, hogy a nyáron nem figyeltem, milyen üdítőt viszek haza, és napi másfél liter üdítőt megittam. Hát először is miért üdítőt? Miért nem vizet? Vagy limonádét? Vagy egy laza fröccsöt néha? Tehát az, hogy másfél liter üdítőt naponta, ez fölfoghatatlan. Tehát maradjunk a cukormentes étrendnél, nyilván zsírszegény étrend, fontos, hogy minél inkább rozsdús legyen az az étrend, abból lassan szívódik fel a vércukorszint, nem emeli meg úgy a vércukorszintet. Ugye nem csak arról van szó, hogy magas egy beteg vércukra vagy alacsony, hanem az is számít, hogy milyenek a napi vércukor ingadozások, amikor ilyen nagyon föntlent értékek vannak, és nagy a vércukor ingadozás, az is káros az erek vonatkozásában. Mellőzzük a finomított szénhidrátokat, együnk minél több sovány húst, halat, baromfét, túró, kefir, zsírszegény, joghurtokat, minél több zöldségfélét, van néhány étel, amit számolva fogyaszthatunk, ezek a gabonafélék, a burgonya, gyümölcsök, rizstészta, műzlitej, nem mindegy, hogy bizonyos ételeket mikor viszünk be. Tehát az inzulin hatásnak is van egy napszaki ingadozása, a reggel az egy nagyon-nagyon rossz időszak. Reggel van a legtöbb szívinfarktus, vérnyomás emelkedés, stroke, hajnalban olyan hormonok termelődnek, amik a mellékvesséből, pajzsmirigyből, növekedési hormon, 80 éves betegeknél is dobódik ki a vérbe, és ezek hatására májból áramlik cukor a vérbe. Tehát reggel van egy nagy vércukor emelkedés spontán is. Valószínűleg többen tapasztalták azt, illetve hallottak
Halljuk rendszeresen a rendelésen, hogy nem ettem semmit egész éjszaka, miért magasabb a cukrom reggel, mint este. Hát ezért, mert a májból áramlik ki a cukor. A reggelt azt nem küldjük meg, gyorsan felszívódó szénhidrátokkal. Tehát például az, hogy tejet, kakaót inni reggel, azért nem igazán szerencsés. Lehet, hogy ez a délutánban jobban belefér, gyümölcsöt sem ajánlunk reggeli fogyasztásra. Ismernünk kell azért az ételek glikémiás indexét, ugye ez mondja azt el, hogy mi az, ami gyorsan, mi az, ami lassabban szívódik föl. Nyilván nekünk a lassabban felszívódó szénhidrátok a kedvezőbbek, azok elülnek a gyomorba, nem leszünk éhesek, mindig egy picit tovább jut, és a vékonybőrből mindig egy pici-pici szénhidrát felszívódik, és egy laposabb cukorgörbével tudunk élni. A bélbaktériumokat azért írtam ide, mert az utóbbi időben előtérbe került az, hogy a bélbaktériumok is szerepet játszanak abban, hogy mennyire vagyunk túlsúlyosak, vagy mennyire vagyunk felszívóak. És nekünk az egészséges bélbaktériumainkat kell táplálni, azt pedig rostokkal, rostúsít rendel tudjuk, nem finom szénhidrátokkal. Ezt az okostányér táblázatot, vagy nem tudom, ábrát, ezt régóta az utóbbi években legalábbis láthatjuk, azt mutatja, hogy lehetőleg minél kevesebb sót tegyünk, és zsiradékot tegyünk, cukrot azt mondjuk mellőzzük, minden nap együnk zöldségfélét, gyümölcsöt, az étlapunk vagy a tányérunk felét zöldség vagy gyümölcs tegye ki. Folyadékot minél többet fogyasszunk, tehát azért legalább 2 liter vizet meg kellene inni, a másik felét teszik ki a teljes értékű gabonafélék, tej, tejtermékek, tojás, sovány, hal, hús. Körülbelül ez, aminek ugye egy nap a tányérunkon kellene lenni. Akár minden étkezésre együnk zöldséget vagy gyümölcsöt, és lehetőleg ezt a tányért napi 5-6 kis étkezésre elosztva vigyük be. Ez egy tál tiramisu, amit én készítettem. Ez egy 20x30 centis tál, tehát nem egy nagy tál, egy vendégségre készítettem, és azt szeretném megkérdezni, hogy körülbelül kinek mi a tipje, mennyi kalória van benne. Hát mennyi? Főorvos úr! Nem szoktam főzni. Jó, azért azt elmondtad, ja nem, igen, tehát a babapiskóta nem diabetikus, nálunk nincsen cukorbeteg, mégis szűzszínával készül a krém. Na, hát nagyon rosszul esett, amikor ez nemrég történt, és tényleg megnéztem mindennek a... Hát 5000 kalória ebben a tálban. Hát ez egyszerűen volt 5000. Hát ez nagyon, nagyon nagy mennyiség. Tehát rosszul is esett mindjárt megenni. De hát nem gondoltam egyébként valóban. Tehát nem tudjuk, hogy mi az, amit naponta elfogyasztunk. Azt mondjuk, minden doboz, minden tasak, minden zacskó, amit megeszünk, megiszunk, nézzük meg, mi van a dobozra ráírva, mert hát ilyenekbe csúszhatunk bele. No jó, a következő pillér, ugye a gyógyszeres terápia, ezt nem azért raktam ide ezt az ábrát, hogy ezt most átbeszéljük, csak azt szeretném ezzel érzékeltetni, hogy amikor egy betegnek gyógyszert javaslunk, akkor nem ütünk a hasunkra, hogy akkor most én ezt vagy azt szeretném felírni, hanem nemzetközi ajánlások, hazai ajánlások alapján dolgozunk, ezek mondják meg nekünk, hogy mik az újabb és újabb évek tanulmányainak az eredményei, amik előnyt, szív, érrendszeri előnyt, veselőnyt, stb. Hoztak, és milyen terápiákat kell a betegünknél alkalmazni. Tehát azért körülbelül meghatározott irányvonalak alapján dolgozunk. Nyilván ettől el lehet térni bizonyos esetekben, de megszabják, hogy körülbelül milyen nyomon kell haladni. A gyógyszeres kezelés, hát ugye egyes típusú cukorbetegnél, ahogy főorvos úr mondta, nincs inzulin, inzulint kell adni. Az inzulin kezelésnek is nagyon sok formája van. Az utóbbi mondjuk 30 évben jelentek meg a modern és még modernebb inzulinok, de az egyes típusú cukorbeteg akárhogy is van, mindig is a normális inzulin termelést szeretnénk utánozni a külső inzulin bevitelével, legalább napi 4-szeri inzulin kezelésre szorul, ugye kap egyszer egy bázis inzulint, normálisan is termelődik bennünk, folyamatosan inzulin, ami az éhgyomri vércukor szintünket próbálja megfelelő szinten tartani. Étkezésekre vannak inzulin válaszok,
ami ugye azt a célt szolgálja, hogy a bevitt étel ne emelje meg a vércukorszintünket, amikor legalább négyszer adunk betegnek inzulint, ezt utánozzunk. Tehát adunk egy bázis inzulint, egy hosszú hatású inzulint, ami azért a nap 24 óráját lefedi, és gyors bólus inzulinokat adunk a főétkezésekhez. Fiatalabb generáció, gyerekek közül sokan használnak inzulinpumpát, ami egy folyamatos, pici-pici inzulinadagolást jelent. Kettes típusú cukorbetegségben számtalan gyógyszer áll rendelkezésre, valószínű, hogy mindannyiuk próbálta már, vagy szedett, vagy szed metformin. Ez ugye az, ami a cukorbetegség alapterápiája, az a feladata, hogy a májból a cukorkiáramlást akadályozza, a zsírszövetben, izomban, az inzulin hatékonyabb legyen. Alapterápia. Nagyon sok beteg tudja probléma nélkül szedni, nyilván hozzá kell szoknia ez a gyógyszerhez, mert a szedés elején hasmenést okoz, de ebből is vannak olyan formák, újabb gyógyszertechnológia, aminél kevésbé tapasztalják a betegek ezt a mellékhatást, meg kell szokni, türelemmel kell lenni ennek a gyógyszernek a bevezetésénél. Tehát akármilyen, amennyit a beteg tud, az a jó nekünk, hogyha metformint a lehető legkisebb adagban, amit gond nélkül tud szedni, szed a beteg. 2006 óta jelennek meg az újabb és újabb gyógyszercsoportok, amik részben az inzulin termelés finomabb szabályozását célozzák. Ezek a gyógyszerek, ez a DPP-4 gátló csoport, hogyha magasabb a vércukor, akkor van inzulinválasz, hogyha alacsonyabb, akkor leáll ez a folyamat, testsúlysemlegesek, nem kell tartani hipoglikémiától, alacsony vércukorszintől, idősebb generációknak is problémamentesen használható. Tehát ez egy nagy korszakváltás volt, azt gondolom 2005-2006-os év volt, amikor ez a terápia itt megjelent a palettánkon. Korábban mindannyiuk valószínű, vagy sokan szedtek olyat, hogy szulfanilórea típusú cukorgyógyszer, amiről azt mondjuk, hogy ilyen mindent, vagy semmi alapon, beveszi a beteg a gyógyszert, és van egy hatalmas inzulin válasz, hatalmas vagy nem annyira hatalmas, de attól függetlenül, hogy milyen a beteg vércukor szintje, kidobódik az inzulin a hasnyálmirigyből, aminek káros hatása is lehetne, fokozza az étvágyat, hízáshoz vezet, vércukoresésekhez vezet. Ugye a hipoglikémiát már többször említettem, ez egy veszélyes mellékhatás, részben azért, mert 3,8-es vércukorszint alatt beszélünk hipoglikémiáról, sok beteg már, hogyha magasabb a cukra is, érezheti kevésnek a vércukorszintjét, főleg akkor, hogyha magasabbat szokott meg. Tehát lehet, hogy egy betegnek, nem tudom, 15-ös volt a cukra, és a 8-asnál azt mondja, ő neki ez már kevés. Szépen lassan rá kell állni a normál vércukor értékre. 8-as vércukor nem jelent veszélyt a betegre, de a 4 alattinál ritmuszavarok, szívritmuszavarok jelentkezhetnek, megszédülés, baleset, tehát az alacsony vércukorszint az egy mindenképpen kerülendő dolog. Megjelentek körülbelül 6 évvel ezelőtt ezek a cukorürítőszerek, amik úgy működnek, hogy a vizelettel kiüríti a beteg a napi 70 g körüli cukrot, 7 dekát, ez nem kicsi mennyiség. Nyilván, hogyha a vizelettel távozik a cukor, akkor az a vérben nem lesz ott, tehát ezzel alacsonyabb vércukor szintet tudunk produkálni, de nem hipoglikémiás tartományú. Az utóbbi években kiderült, hogy nagyon kedvezőek ezek a cukorürítő gyógyszerek szívelégtelenség megelőzése, kezelése szempontjából, a veselégtelenség megelőzése, odázása, kezelése szempontjából olyan szinten, hogy az utóbbi években kardiológiai vagy nefrológiai indikációval is ezeket a cukorürítő gyógyszereket be kellene vezetnünk az ajánlások alapján. Nyilván ennek is lehet mellékhatása, tehát egy cukorpisilés, ott mellékhatásokkal, fertőzésre való fokozottabb hajlammal járhat. Fontos, hogy a beteg sok folyadékot fogyasszon, ez nem mindig van így, azért keveset iszunk. Részben ezek a mellékhatások több folyadékbevitellel, illetve hát higiéniai szabályok betartásával talán odázhatók vagy elkerülhetők. És aztán
nagyon fontos új csoport, hát elterjedtebben talán szintén egy 4-5 éve adjuk, de lehet, hogy egy kicsit régebb óta, csak nem olyan hatékony formában. Ezek a GLP, egy receptorokra ható készítmények, amik szintén finom szabályozását jelentik az inzulin elválasztásnak, illetve bejutnak az étvágyközpontba, lassítják a gyomorürülést, különösebb mellékhatással nem igazán kell számolni, meg kell szokni ezeket a gyógyszereket a használata elején, vagy a használatuk elején étvágytalanság, émelgés az lehet. Nagyon kedvező hatás viszont, hogy komoly testsúlycsökkentést lehet elérni velük. Ezek a GLP-1 receptor analóg terápiák, valószínű, hogy több olyan beteg is lehet önök között, aki hetente egyszer ad injekciót. Tehát addig, amíg ott beszéltünk arról, hogy esetleg napi 4 injekció, vagy heti 1 injekció, ez azért nagyon minőségi, életminőségi különbséget, vagy előnyt jelenthet. Ennél a gyógyszercsoportnál nem kell tartani vércukoreséstől. És aztán mindenféle kombinált készítmények vannak, amikor inzulinokat kombinálnak egy készítménybe ezekkel a GLP-1 receptor terápiákkal, illetve hát a kettes típusú cukorbetegnél is sok-sok év, évtized után lehet, hogy el kell jutnunk a napi egyszeri, vagy többszöri, akár négyszeri inzulin kezeléshez. Hát itt különböző inzulinadást, tehát nyilván egy PET látunk, és inzulinadást, ő egy inzulin szenzor már, nem tudom, hogy ez hogy világít, mindegy. Ugye ott egy inzulin szenzort látunk, és egy inzulin pumpát, fiatalabb betegek használnak azért ilyen szerkezeteket. Ez a szenzor folyamatosan méri a szöveti cukorszintet, és jeleket ad okostelefonra, illetve a pumpával az inzulin adagolást ehhez lehet folyamatosan igazítani. Egy jobb beállítás, anyagcserebeállítás érhető el, mint hogyha egy beteg 5-6-szor megméri a cukrát, és külsőleg 4-szer, vagy nem tudom, esetleg többször is ad inzulint. Azt kell tudni, hogy az előbb mondtam, hogy nem csak a vércukrot kezeljük, hanem nyilván azt a sok-sok paramétert még, amire együttesen tekintettel kell lennünk, részben az anyagcsere paraméterekre, részben az érszövődmények szempontjából. Tehát fontos, hogy figyeljünk a vérzsírokra, vérnyomás csökkentő terápiát, veselédő terápiát alkalmazzunk, húgsav szintet kezeljünk. Hogyha szövődmények vannak, akkor a szívbetegségre kap a beteg gyógyszereket, sztrókban az agyi érbetegségére, neuropátiára, szemvédőterápia, érszükületterápia, stb. Tehát ebből van az, hogy egy cukorbetegnek 8-10 vagy még több gyógyszere van, amit nyilván nagyon rosszul hangzik, de ezek is mind-mind azt szolgálják, hogy a szövődmények lehetőleg, ha már megjelentek, ne progrediáljanak, vagy minél lassabban haladjanak előre. Kiírtam ide egy olyat, hogy terápia hűség, terápia hűtlenség. Sajnos ez is gyakori tapasztalat, hogy a betegek rendszeresen elhagyják a gyógyszereik egy részét. Ennek nem feltétlenül lehet tudni az okát, hogy miért figyelmetlenség, vagy házi orvosnál marad el a gyógyszer, vagy a gyógyszerektől való félelem. Jellemzően a koleszterin csökkentő gyógyszerek rendszeresen elmaradnak, holott ezeket a gyógyszereket fontos volna, hogy együtt és tartósan, szünet nélkül alkalmazzuk. Mi a feladat még, amikor egy cukorbeteg önmagát kezeli? Az önellenőrzés az egy nagyon fontos dolog, része a kezelésnek. Mikor? Miért? Ugye ennek az eszközök megvannak, tehát hozzáférhetők a cukorvérő készülékek, hát sajnos végre ugye inzulint használó betegnek lehet fölírni, de azért nem olyan nagy költséget jelent, úgy gondolom, egy cukormérő beszerzése, vannak akciók, illetve egy doboz testcsék, ha már van készülékünk, 50 testcsékot tartalmaz egy doboz, nem kell azt nekünk egy hónapban elhasználni, 2-3 doboz, lehet, hogy egy doboz csík, mondjuk 3 hónap alatt elfogy, és akkor is több információnk van a cukoranyag cserénkről. Mikor mérjünk vércukrot? Hát éhomorra, éhgyomorra mérjünk, de hát a hangsúly azért nem a reggeli éhomi vércukron volna, mert ugye az életünket nem
éhgyomorra éljük. Fontos, hogy milyen az éhomirű étcukrunk persze, de mérjünk sokat étkezés után, másfél órával körülbelül, mert ez egy végig gondolást eredményezhet. Megmérjük a vércukrunkat, ugye étkezés után másfél órával, és azt mondjuk, hogy azért 10, esetleg 11 alatt lehet, inkább 10 alatt legyen. Hogyha jót mértem, akkor örülök, hogyha azt mérte a beteg, hogy 12-t, akkor végig gondolom, miért volt az annyi, mit ettem, sokat ettem, keveset, ha nem tudom én a bablevest, azt nem krumplis tésztával kellett volna megennem, tehát ez egy tanulási folyamat. Az önellenőrzést végző betegnek a cukoranyagcseréje mindig jó, mint akinek csak nem tudom én évente van 2 laborvizsgálatra. Fontos, hogy amikor diabetológiai ellenőrzésre megyünk, vigyük a vércukormérő készüléket, és ki van írva az ajtónkra, a betegek felett nem hozza, és mindig rácsodálkozik, amikor kérjük, hogy a cukormérő hol van. Nem tudta, hogy hozni kell. Hozzuk a készüléket, és az értékeket vezessük a cukornaplóba. Mégpedig azért vezessük, mert amikor a cukormérőt nézegetem, látok egy-egy értéket, ha a cukornaplót kinyitjuk, akkor egy oldalon 2 hét teljes adat sora látható, már hogyha vezetve van. Tehát villámgyorsan föl tudjuk mérni, hogy egy betegnek reggel mindig ilyen a cukra, ebéd után mindig ilyen, éjszaka esetleg mérte akkor. Milyen mérte, illetve a másik oldalra ugye lehet megjegyzéseket írni. Nem baj, hogy oda inzulin adag, vagy nem tudom mi van írva, üres oldal, lehet megjegyzést írni. Rosszul voltam, lázas voltam, fölbosszantottak, születésnap volt, elfelejtettem a gyógyszert bevinni, 2 adtam az inzulint, még ilyen is történik. Tehát nyilván ebből lehet aztán összerakni azt, hogy mi az, ami nekünk változtatnunk kellene. És amit a beteg még magán tud ellenőrizni, nyilván a vérnyomást azt mérni kellene, ugye ezen is vannak vérnyomás célértékek, alapvetően 140/80 hg-nél ne legyen magasabb a vérnyomás, de bizonyos szituációkban inkább 130/80, és a lábvizsgálat, ami fontos volna, hogy ellenőrizze a beteg a lábát, mindenféle legapróbb sérülés, nem otthon szabad kezelni, hát a legapróbbat lehet, hogy szabad, de pedikűrös, sebész, bőrgyógyász, tehát ha valami eltérés van a lábon, talpon, akkor azt meg kell mutatni szakembernek. Számtalan cukormérő eszköz áll rendelkezésre, vagy a baloldaliak álltak rendelkezésre, és ezek pillanatok alatt kimutatják a megfelelő eredményt. Hogyan történjen a cukorbeteg gondozása? Tehát amikor ezeket a paramétereket ellenőrizzük, amikről már beszéltem, fontos, hogy ezt rendszeresen tegyük. Legalább 3-6 havonta azért egy cukorbetegnek találkozni kellene a gondozó orvosával, nyilván egy egyensúlyban lévő cukorbetegnél, akinek nincsenek szövődményeik, jók az értékeik, 6 havonta elegendő, hogyha rosszak a paraméterek, vagy probléma van, magas értékek vannak, akkor azért addig gyúrjuk, amíg jobb eredményt nem érünk el, terápiaváltoztatás szükséges, tehát akkor lehet, hogy 3 havonta vagy gyakrabban meg kell jelenni. Egy inzulin beállítás az lehet, hogy olyan, hogy hetente, 2 hetente találkozni kell. Nagyon nagy probléma, hogy sok beteg csak gyógyszerjavaslat érjön. Számtalanszor az van, hogy jön a beteg, 2 éve volt, írtunk egy gyógyszerjavaslatot, 2 év múlva jön, semmi nem történt, 2 éven keresztül megint megjelenik egy rossz labor eredménye, jöttem a javaslatír, ez nem cukorbeteg gondozás, és ennek nagyon értelme sincsen. Nem csak cukorszintet nézünk, tehát, hanem egyéb laborparamétereket is, vérnyomást ellenőrizzük, évente a betegeknek szemészeti vizsgálatra el kell jutni, nem is kellene mondanunk, hogy szemészetre menjenek oda, nem kell beutaló. Tehát úgy legyen mindenkinek a fejében, régen voltam, eltelt 1 év, kérek időpontot. EKG az legyen évente, legalább EKG, lábvizsgálat az ugye a rendelésen is fontos volna, azért nem feltétlen kerül erre mindig sor, mert nyilván ez mind-mind idő, még cipőből, szokniból is egyáltalán kiugrik a beteg. És panaszoktól, vagy a cukorbetegség tartamától is sok mindentől függően kardiológiára küldjük a betegeket, nyaki érvizsgálat legyen, hasi ultrahang, neurológia, érsebészeti szakvizsgálat. Ezért kellene, hogy a betegek időnként valóban megjelenjenek, és elmondják a panaszaikat, hogy megtudhassuk azt, hogy milyen vizsgálatra küldjük esetleg őket. Hát összefoglalva azt szeretném hangsúlyozni,
hogy a cukorbetegség az életminőséget, életkilátásokat befolyásoló szövődményekkel járó krónikus betegség, a jól kezelt cukorbeteg életkilátásai nem igazán különböznek a nem diabéteses népességtől, a kezelés a beteg, a család, a gondozó tím együttműködésével történjen. Hangsúlyoznám, hogy a beteg aktív részvétele a kezelésben nagyon fontos, segítse a család a beteget, segítsék egymást. Az egészséges életmód nagyon meghatározó a diabétesz lefutásában, és nagyon fontos a rendszeres szűrés, a szövődmények mielőbbi felismerése, kezelése. És aztán itt van mindjárt a Holtmarosról vagy a Marospartról egy szép kép. Így néz ki most, vagy így nézett ki most szombaton, úgyhogy javaslom mindenkinek, hogy buszra kell szállni, vagy Bicajra is meglátogatni. Köszönöm szépen, hogy szombaton 2,5 órát bicikliztünk a férjemmel innen Deszkre és keresztbe Kassul, és ez 700 kalória. És jó, örültem, hogy 700-at mutatott. És utána megettük a borsófőzeléket, tükörtojást és egy szeletrántott hússal. Ez a régen volt. Köszönöm szépen.